Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez a Gyöngyösi TV heti kézilabda magazinja, a Farkasok, amelyben a Hedo Bébron Gyöngyös legutóbbi bajnoki mérkőzéséről fogunk beszélgetni. A Pler Budapest vendégeként játszottak a gyöngyösi Farkasok, és egy nagyon küzdelmes, fordulatos mérkőzésen 29-29-es döntetlennel egy pontot hoztak haza. Mielőtt értékelnénk a találkozót, nézzük meg az összefoglalóját. Két pontért utaztak a fővárosba Hedo Bébron Gyöngyös játékosai, akik a Pler elleni meccsen tehették volna igazán értékessé a Szeged elleni bravúros győzelmet. A két pont persze a kiesés elől menekülő fővárosiak számára is fontos volt, ráadásul ősszel többek között a Balatonfüred legyőzésével bizonyították, hogy komoly játékerőt képviselnek. A Pler vadonatúj arénájában egy szektornyi gyöngyösi szurkoló buzdított a sárgamezes kedvenceit, akik jól kezdték a mérkőzést. Az első 6 percben nem kaptak gólt, a 10. percben pedig már 4-jel is vezettek. A haziak időkérése sem törte meg a vendég gyöngyösiek lendületét, többször is gyors indítás gólokat tudtak szerezni, és a 13. perc végére 5 gólosra növelték az előnyüket. A félidő második felében megtorpant a gyöngyös, bele-bele hibáztak a támadásokba, a kimaradt helyzetek miatt pedig a budapestiek -2-re zárkóztak. A Farkasok visszaállították a 4 gólos vezetést, de a házigazdák megint fel tudtak jönni 3 perccel a félidő vége előtt, csak 1 gól volt a vendégelőny. Ennél közelebb azonban a játékrészben nem zárkóztak a budapestiek, a szünetre 3 gólos gyöngyösi vezetéssel vonultak a csapatok. A második félidőt a Pest-Szentlőrinciek kezdték jobban, 6 perc elteltével az egyenlítésért támadtak, azonban a Farkasok lépést tudtak váltani, és Potiszk vezérletével, jó védekezéssel és kapus teljesítménnyel a 40. percre beállították az addigi legnagyobb különbséget, és 26-20-ra léptek el ellenfelüktől. Ekkor jött az újabb megtorpanás és a vendégek hosszú gólcsendje, aminek eredményeképp 26-26-nál ismét egyenlő volt az állás. Potiszk sérülése miatt kiesett a játékból, a hajrában pedig keményen kellett küzdeni a pontokért. A gyöngyösiek hiába vezettek 28-26-ra, majd 29-28-ra, és volt több labdájuk is a győzelemhez. A házigazdák végül 1 pontot otthon tudtak tartani. A végeredmény 29-29. A számszerű végeredmény tehát 29-29 a Pler Budapest vendégeként, így 1 ponttal tért haza a Hedo Bébron Gyöngyös csapata. A stúdióban pedig itt van Bíró Balázs, a gyöngyösiek vezető edzője. Szervusz, jó estét! Szervusz Tamás, köszöntöm a nézőket is! Nagyon sokat beszélgettünk már arról itt ebben a stúdióban is, hogy ebben a bajnokságban a tabellán elfoglalt helyezések alapján nagyon nehéz az esélyekre vonatkozóan bármit is mondani. Hát ez bebizonyosodott most a hétvégén. Egy nagyon küzdelmes mérkőzést láthattunk, amit nagyon jól kezdtünk, és a második félidő elejéről is elmondható, hogy ott nagyon jól ment a játék. Az első fél időben még nem engedtük közel a Plert, aztán a másodikban, ott egy szoros végjátékban 1 pontot elveszítettünk ellenük. Hogyan értékeli a csapat ezt a pontot? Ez egy megszerzett vagy egy elveszített pont? Ilyenkor ez mindig kérdés szokott lenni. Hát most szerencsére egyértelmű, hogy elveszített, szóval ez csalódásként, mert ez egyértelműen egy elvesztegetett pont. Kettős az érzés, ezt is elmondtam, ugye a két mérkőzés tekintve, és ez ugyanaz a, ez a bajnokságban történő meglepetések, ez nem, nyilván nem csak erre a hétre igaz, hanem a mi esetünkre a múlt hétre is. Nyilván, ha valaki azt mondja, ebből két meccsből 3 pont, ugye ezt lenyilatkoztam, a szuper, nyilván nem ebbe a megosztásba gondoltam előtte, de maga a player mérkőzés előtt már nem lettem volna elégedett a 3-mal. A 43. percben 26-20-as vezetésnél 2 labdánk volt, akkor meg végképp. Egyértelmű csalódás, nyilván a srácok is így fogják fel, nagyon-nagyon nehéz, hogy fogalmazzak. Tehát az a dolog, hogy erről beszélünk már régóta, egész ősszel, meg az egész kézabdás közök, hogy ez a bajnokság ez ilyen, mindig elmondom, hogy igen, ilyen, és azt is elmondtam a fiúknak, hogy ez nekik semmilyen mentséget nem jelent. Tehát abból a szempontból, hogy más követel hibákat, és más veszít el pontokat, ez ránk nem ad felmentést, hogy kövessünk el hibákat. Megnéztük a fiúkkal az utolsó 20 percet, az agresszivitásunk borzasztóan visszaesett, amikor közeért az ellenfél, akkor elkezdtünk kapkodni, mindenki megvalósításba ment át, egy kicsit a belső pozíciókba, a szélsőket nem használtuk, nem azt a stílusú kézabdát játszottuk, amivel eredményt értünk el előtte, ez egy mentális probléma. Az a csapat, amelyik a Szeged ellen
fizikálisan kibír egy olyan csatát, az 7 nappal később nem fizikális probléma miatt bukik el egy végjátékot, és azt gondolom, hogy úgy vezettünk 26-20-ra, nem lebecsülve az ellenfelet, hogy ott nem játszottunk a tudásunk maximumán. Tehát ez a csapat, ez jobb, mint az ellenfél, és ezért is zavar, hogy ezt a 2 pontot nem tudtuk elhozni. Nyilván 30-29-re nyerünk is zavart volna az utolsó 20 perc, a tanulságokat akkor is le kellett vonni, de így, hogy egy pontunkba került, így meg aztán vég. Két dologra szeretnék rákérdezni. Egyrészt, hogy utaltál a Szeged elleni mérkőzésről, egy bravúros győzelmet aratott a csapat, de azért az egy küzdelmes meccs volt. Okozhatott-e ez fáradtságot? Kivehetette akár annyit mentálisan mondjuk a fiúkból az a küzdelem, hogy ez még egy héttel később is érződött? Illetve, hogy a Player meg tudott-e letni minket valamivel? Ez a csapat ugye ősszel nagyon sokat fejlődött, és a télen is volt mozgás a csapatnál, tehát éles körülmények között még ezzel az összetételű plerrel nem találkoztunk. Továbbra is mondom, válaszok a másik felére először, továbbra is mondom, hogy nem lebecsülve őket, de azt gondolom, hogy azért az látszott, hogy 1-0-nál vezettek utoljára, hogy ezt a mérkőzést mi uraltuk. Visszajöttek 26-20-ra, 26-26-ra, még mindig mi vezettünk 28-26-ra, 29-27-re, és az utolsó 3,5 percben nem lőttünk gólt. Azt jelenti, hogy mi gyakorlatilag 50, tehát 10-13 percnyi gólcsendünk volt ott a 10 perces 6 gólos vezetésnél, a másik fél idő közepén, plusz a végén sem lőttünk 3 vagy 4 percig gólt. Tehát gyakorlatilag 13-14 percig nem lőttünk gólt. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 50 perc alatt szereztünk annyi gólt, mint ők 60 alatt. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy még az ő erősítéseikkel, a mi balkezes lövővel, hiányunkkal, mindennel együtt ezt a meccset meg kellett volna nyerni. Szóval, és nem húztak olyat, amire mi nem tudtuk volna, az utolsó támadásnál is tudtuk, hogy le van szűkülve 2 ember, aki befejezheti, stb. Stb. Nagyjából az történt, amit vártunk tőlük, mi nem mindig tudtuk azt megvalósítani, amit akartunk. És itt utalok az első felére a kérdésnek, nem fizikai fáradtság, ez mentálisan egy, és azt sem mondom, hogy fáradtság, hanem egy más lelki állapot. Tehát akkor, amikor az ember egy ilyen Szeged mérkőzésen túl van, ez bárki azt gondolja, hogy rendben van, akkor innentől kezdve ez kisújból megvan egy Player mérkőzés. Igen, egy darabig ez úgy ment, hogy 26-20-ra vezettünk. Viszont teljesen más átkerülni az esélyesség terhével a másik oldalra, más egy olyan állapotban játszani, amikor elvárás a győzelem, mint az, amikor gyakorlatilag nincs veszíteni valót, amit mi nagyon jól meglovagoltunk. Most a Player az életéért küzd, mi nem jöttünk egy olyan mentális állapotban, nem sikerült a srácoknak eljutni, hogy nekünk ez az életünkért kell. Most is kimerem jelenteni, hogyha a Szeged meccset elbukjuk, ezt a mérkőzést lehozzuk a végén 4-6 gólos különbséggel, 1000%-ig biztos vagyok benne, viszont akkor a 2 meccsből 2 pontunk van, így meg 3. Tehát minden viszonyítás kérdése, de mondom, ez inkább mentálisan is. És erre is utaltam már a Fradi mérkőzés után, hogy ezért nem játszanak ezek a fiúk egyenlőre BL csapatba, ezért nem játszanak az EB-n válogatottba, ezért nincsenek még magasabb szinten, mert képesek olyan teljesítményre, mint a Szeged ellen, ahol viszont bődületes mentális erőt tettek tanúbizonyságot, taktikai fegyelemről beszéltünk, arról, hogy elbírták a nyomást, de ha ők ezt meg tudnak csinálni hétről hétre, akkor tegyük a szívünkre a kezünket, akkor ők nem Gyöngyösön kézlabdáznának. Tehát lehet pálcát törni felettük, én is megtettem, mert az öltözőben is megtettem, és a hétfői elemzésen is megtettem, és utána is megtettem, mert elmondtam nekik, hogy ez a probléma, és nekik ebben hatalmasat kellene fejlődni, de ezt ne várják az emberek, hogy ez meg a szurkolók, meg senki, hogy ez hétről hétre megy, vagy egyik hétről a másikra. Tehát ezt meg tudnák tenni, és ilyen hőfokú mérkőzések után a következő héten is tudna ilyen teljesítményt letenni az asztalra, akkor az a helyzet, hogy olyan kaliberű játékos lenne, amit Gyöngyösön nem lehet megfizetni, és olyan ajánlatai lennének, amivel mi nem tudnánk versenyezni. Tehát ezt be kell kalkulálni. Én letettem én is a pálcát amellett másfél évvel ezelőtt, hogy fiatal csapat legyen, hogy egy hosszú távú projekt része legyen, hogy itt több évet itt legyenek a játékosok, hogy én potenciált, én csillogást akarok látni a szemükbe, hogy ők dolgozni akarnak, hogy jobbak akarnak lenni, de ahhoz, hogy jobbak legyenek, ahhoz ezt be kell látni, hogy ehhez idő kell. Tehát most nem akarok tényleg kiemelni senkit, itt egy Bodor Márk, aki az előző csapataiban nem játszott, nem töltött be igazán meghatározó szerepet. Tehát addig, amíg ő Veszprémben volt, Tatabányán volt, ő gyakorlatilag most van az első olyan szezonja, amikor ő egy egyértelmű húzó embere egy csapatnak.
hiába az van a neve mögött, hogy ő játszott a Tatabányán, ott kiegészítő játékos volt. És amikor most azt mondjuk neki, hogy 20-20-nál lőjél egy gólt, vagy pedig az, hogy 26-26-nál emelkedj meg és lőjél egy gólt, még vannak olyan szituációk, amikor megremeg. Ez csak egy példa. Ugyanez igaz talán a Kovács Gergőre is, de ugyanezt mondhatom Gráf Martinról is, amikor nem biztos, hogy ő még évekkel ezelőtt csapatot húzott, annak ellenére több éve NB1-ben van, a Jaros Oliver első évét tölti fixen szélső pozícióba, és hatalmas fejlődésen ment át, sorolhatnám ezeket a dolgokat. És ezért mondom azt, hogy ha ők ezt meg tudnák tenni, nagyon egyszerű mateknak tűnik ez, hogy egyik héten sikerül, a másik héten is sikerül, ezt próbálom belül kihozni, és ezért akarom a jó oldalát láttatni az emberekkel, hogy képesek ilyen teljesítményre, mint a Szeged ellen, tehát van bennük munka, van bennük tehetség és potenciál, de ezt minden héten meg tudnák tenni, akkor sajnos, a mi örömünkre persze, hogy kineveltük ilyen játékosokat, de sajnos nem itt kézlabdáznának, mert akkor be tudnák azt bizonyítani, hogy a Gyöngyösnél magasabb szintű csapatokban is tudnak kézzel, szóval ez logikusnak tűnik az egyik hétből a másik, de ez azért nagyon, nagyon még nem ilyen egyszerű. Minden esetre egy pont megvan, és két meccsből van három, ami abszolút pozitív. Nézzük most meg egy pillanatra a mérkőzés statisztikáját a Magyar Kézilabda Szövetség online közvetítése szerint. A hibákból többet a Blair oldalán látunk, az eredményt meg ugye ismerjük. Mi az, amit az eddig elmondottakhoz képest ezt hozzátesz? Azt, hogy a hibákat abban az időszakban követték el inkább, amikor mi vezettünk 26-20, és ebből nagyon sokat mi kényszerítettünk ki. Tehát nem bokán dobták magukat, hanem olyan szituációkba hoztuk őket, amikből kikényszerítettük. És még mindig azt mondom, hogy a 26-20 utáni időszakban is 28-26-nál is belemenést harcoltunk ki emberelőnybe, hoztuk őket olyan helyzetekbe, stb. Tehát azért még ott mindig voltak szuper dolgaink. A védés hatékonyságunk nem volt rossz a védése a Tomicsnak, de az, hogy az ő százalékok magasabb lett, ez abból adódik, hogy azt gondolom, hogy a támadásaink egy darabig nagyon jól működtek, és a második fél idő közepén elkezdtünk zicsereket hibázni, lerohanásba, 24-19-nél, 26-20-nál tiszta átlövést hagytunk ki, beálló zicserünk maradt ki abban az időszakban, szóval ott sok emberelénybe szélső zicsert hibáztunk, sok hibánk volt, és mondom, ott már védekezésükön túljutottunk. Emiatt van a védésüknek a hatékonysága magasabb százalékban. Igazából a mi hibáink voltak azok, amik azt gondolom, hogy engedték őket visszajönni, meg egy kicsit ott megint megjelent, mondom még egyszer, a megremegés és a támadás szervezésnek a butaságai, meg a védekezésünknek az agresszivitása esett vissza. Egy kicsit az az emberi gyarlóság jelent meg, hogy egy hiba még belefér. Meg nem baj, már csak négy, de egy hiba még belefér. Nem lehet így gondolkodni. Nyilván átbeszéltük, ennek ez lett a következménye. A végén még mindig volt egy labdánk, ott is volt egy kihagyott zicserünk, meg egy tiszta átlövésünk, amit besáncoltak, szóval még mindig volt csanszunk, de úgy néz ki, hogy ezen a napon csak egy pontot érdemeltünk. Nézzük most meg a játékosok közül Obornyák Dávid mutatóját, látjuk is az ő lövési statisztikáját. Ez nyilván a támadást tükrözi, de aki látta a meccset, az látta azt is, és már a Szeged ellen is, hogy védekezésben is milyen sokat dolgozik Obornyák Dávidnak. Dávid. Azért is szerettem volna őt, ha beszélünk róla egy-két mondatot, mert nem csak erről a mérkőzésről szól neki ez a úgymond kiemelés, hanem a Szegedével együtt. A Szeged ellenénél ugye azt mondom, hogy csapat nyilvánvaló, hogy ott is volt, aki többet, vagy kevesebbet tett hozzá, de az a hasznosság, amivel az Ubi dolgozik, az kiemelendő. Az a mennyiségű meló, amit elvégez a védekezésbe, a tengernyi ütközés, amit felvállal, a nagyon jó mentalitás, amivel hozzááll a csapattársaihoz és a játékhoz, a rengeteg szerzett labda hátul, a elől az, hogy jobb átlövő pozícióba kényszerült, ami neki egyáltalán neki sem komfortos, és a Schmidt-Petinek sem komfortos, és mind a ketten iszonyatos melót elvégeznek azért, hogy hasznosak legyenek abban a pozícióban is. Az ott szerzett góljai, a szerzett előnyei, a kiharcolt kiállításai, a kiharcolt büntetői, tehát ezek mind olyan mutatók, ami az én statisztikámban nagyon sokszor szerepel, és amiért én értékelem a játékosokat, nyilván ezt az online-ban nem lehet követni, de rengeteget tesz hozzá a játékunkhoz. Ez a mérkőzés nyilván ez sem rajta múlt, de azt kell mondjam, hogy nagyon fontos elem ennek a csapatnak, és nyilván nagyon örülök, hogy itt van, és még velünk van. És reméljük, hogy ez így lesz még hosszú ideig. Nézzük most meg, milyen eredmények születtek még a 15. fordulóban a KNTH Bank férfi kézilabda ligában. Volt egy NEKA Veszprém rangadónak nevezhető mérkőzés, amit a NEKA hozott le győztesen. Aztán a Budakalász otthon tartotta a két pontot a Komló ellenében. A Balatonfüred szűken nyert Dabason, a Csurgó ugyanilyen szűken nyert Egerben. A Szeged
Fradi meccs nem került lejátszásra, ugye a európai kupa szereplések miatt, a Veszprém pedig 34-31-re verte a Tatabányát, ahol a Tatabánya azért nagyon sokáig nyitva is tartotta ezt a mérkőzést. Hogyan értékeled a fordulót? Igazából látni kell, hogy borzasztó szoros a mezőny. Tovább is azt mondom, hogy hiába a KKFT-t sokan elkönyvelték, már kiesőnek még mindig. 40 percig vezetett a Nekán, látni kell azt, hogy a Dabas Füred gyakorlatilag egy kategóriájú csapat már lassan. A Egerbe továbbra sem egyszerű nyerni, tehát pedig a Csurgó ugye most gyakorlatilag a középmezőny élén van. Viszonyatosan kiegyenített a bajnokság, beszéltünk róla, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy vannak megint extra teljesítményeink. Igazából azt mondom, hogy ebből egy kicsit az őszi hibáinkból hoztunk vissza egy keveset. Azt tudom mondani, hogy teljesen beleillik ez a forduló eredmény sorra is ebbe a bajnokság. És nézzük most, hogy áll a tabella a 15. forduló után. Ugye a mi csapatunk a 7. helyen szerepel. Nagyon nem kell mondani azt, hogy mennyire sűrű ez a középmezőny még mindig. Itt még tényleg mindig bármi megtörténhet. Apler Budapestnek is látszik, hogy azért neki talán egy kicsivel fontosabb volt most ez az egy... Igen, illetve az elkövetkezendő hetekben el fog látogatni Egerbe, el fog látogatni Balatonboglára, Nekához, fogadja a Dabast. Következő 4 fordulón belül, hiszen játszik még a Veszprém, a Nagy Veszprémmel, tehát gyakorlatilag neki szerintem egy hónapon belül eldől a sorsa, azért, hogyha azokban a mérkőzésekben idegenben, Egerben, Nekán nem fog tudni meg a Dabast, ha nem veri meg, akkor lesz igazán ebből szituációból problémája. A mi helyzetünket tekintve pedig látszik, hogy a 6-8 pozíció továbbra is őrizzük, továbbra is ott vagyunk, és még rengeteg olyan mérkőzés áll előttünk, amiből azt gondolom, hogy ebből még stabilizálni, vagy akár egy kicsit előrelépni is lehet. Bízom abban, hogy a hosszú távon is a jobbik arcunkat mutatjuk. Jön most egy szabad hétvége, aztán majd a Telekom Veszprém ellen egy nagy mérkőzés, egy nagyon jó hangulatú mérkőzésre készülhetünk, csak nagyon röviden a Veszprém meccsről beszélhetünk még jövő héten is. A munka hogyan zajlik most a csapatnál? Ezen a héten nyilván a saját játékunkkal próbálunk és egy kicsit foglalkozni, nyilván az elmúlt 2 forduló tanúságait levonva, illetve egy picit előre kell dolgozzunk, mert ott a Veszprémet követően kedden a Ferencvárosnál lesz idegenbeli fellépésünk, szombaton pedig Komlón, tehát külön-külön erre a két nagyon fontos mérkőzésünkre nem lesz külön egy-egy hét, ezért egy kicsit előre kell dolgozunk, nyilván nekünk a stábnak is, a mérkőzések elemzésével, illetve pontosan azért a munkával, a játékunknak az építésével, ami már egy kicsit nem csak a Veszprémről szól, úgyhogy igazából azzal telik ez a másfél-két hét a Veszprém mérkőzésig, hogy egy kicsit sűrítve kapják meg erre a 2-3 mérkőzésre az információkat, meg az anyagokat, aztán majd az utolsó harmadában ennek a 3 hétnek pedig majd élesbe már csak taktikai munkát végzünk az ellenfelekre, úgyhogy gyakorlatilag ez a feladat. Jó munkát kívánunk hozzá, és akkor egy hét múlva várunk vissza a stúdióba. Önök pedig még maradjanak velünk, hiszen ahogy szoktuk, utánpótlással folytatjuk majd pillanatokon belül. Ahogy ígértük, már is folytatjuk utánpótlással, ahogy szoktuk. Köszöntöm a stúdióban Rosta Istvánt, a Gyöngyösi Kézilabdaklub utánpótlás igazgatóját. Szervusz! Szervusz, üdvözlöm a kedves nézőket! Elmúlt hétvégén ugye a Player Budapest vendégeként játszott a Hedo Bébron Gyöngyös csapata, de Gyöngyösön is volt kézilabdás esemény, méghozzá nem is akármilyen, egy több száz gyereket megmozgató szivacs fesztivál. Hogyan sikerült, hogyan tértek haza a gyerekek? Én azt gondolom, hogy mint mindig, mosolyogva, nagy élményekkel térhettek haza is a jól megérdemelt aranyéremmel a nyakukon, de nekünk, edzőknek is nagy élmény volt, hiszen december óta ugye eltelt közel 2 hónap, és nagyon látszott megint a gyerekeknek a fejlődése. Nagyon-nagyon megdicsértem őket is, illetve a felkészítő edzőket, testnevelőket is, hogy rohamosan fejlődnek a lurkok, és egyre ügyesebbek, egyre élvezetesebbek a mérkőzések, amit játszanak egymás ellen, és azt kell, hogy mondjam, egy nagyon-nagyon tartalmas és szakmailag is elégedett napot zártunk szombaton. Összesen végül is hány gyerek jött össze, hanyan töltötték meg a csarnokot? Sajnos az influenza és egyéb programok minket is, illetve a gyerkőcöket sem kimélte, és így idézőjelben csak 175 gyerkőc volt szombaton, csak
És azért ilyenkor, amikor csak ott mondom, akkor nem tudom, hogy van egy Gyöngyösön még egy ilyen sportklub vagy sportrendezvény, amit a gyöngyösi klub szervez, hogy ennyi első, másodikas, egy-két harmadikas gyereket meg tud mozgatni, illetve szüleiket is. Tehát igen, ez csak volt, de nyilván a következő, a március, illetve majd a májusira szerintem még többen leszünk, remélem, hogy addigra ez a fránya vírus is majd elhagy minket. Ezt akartam kérdezni egyrészt, hogy mikor lesz a következő, de ezt megválaszoltad, tehát valamikor... Március 24-én, igen. Márciusban. Hány évesek a gyerekek, milyen korosztály képviseli itt magát? Ugye itt inkább úgy mondom, hogy első-másodikas, illetve egy-két harmadikas gyerköcöket iskolában, mert hogy ugye mindenki máskor kezdi az iskolát, de valójában ez 7-8-9 éves fiúkról és lányokról van szó, és továbbra is az a metodika, hogy haladó és kezdőcsoportokat külön veszünk, de még egyszer mondom, látványos volt, és főleg a kezdőknél volt látványos a fejlődés. Kíváncsiak vagyunk akkor, hogy márciusban majd milyen további fejlődésről tudsz majd számot adni itt nekünk a stúdióban. Most beszéljünk arról, hogy milyen egyéb eredmények születtek még az utánpótlás házatáján az elmúlt időszakban. Szombaton Köves Péter csapata, az U14-es fiúk 60-ba látogattak egy meghívásos tornára, és tornagyőztesként tértek haza. Nagyon-nagyon nagy büszkeség, hogy a Ferencváros csapatát győzték le a döntőben egy góllal. Mindig óriási megméretetés nekünk, amikor nem csak a szűk régiónkba versenyzünk, hanem ilyen nagy hírű, nagy nevű ellenfelekkel, és ez megint egy jó visszajelzés volt, hogy Gyöngyösön, a Gyöngyös Lidó Klubban nagyon szép szakmai munka folyik. Zugor Levente kiemelném, ő lett ugye a külön díjas ebből a csapatból. A U20-as, U19-es csapatunk egyébként szintén Ferencvárosba vizitált, és az U18-asok döntetlen tértek el. A szerdai mérkőzésen egy akadémia ellen ugyanaz a hatalmas bravúr kategória. Az U20-as sajnos kikapott, de hát a Ferencváros az egyik legjobb csapat ebbe a korosztályba is. De abszolút elégedett vagyok a Fruzsi és a Ádámnak a csapata teljesítményével. Itt körvonalazódik már a négyes döntő, hiszen ez a kimondott, kimondatlan, de ilyen hőnáhított cél, amit szeretne a csapat elérni. Én azt gondolom, hogy a négyes döntőnek a rális esélye most picit távolabb van, mint mondjuk volt esetleg december végén, hiszen mind Szegeden, mind ugye a Pler együttesénél vereséget szenvedtek, és ez két nagy rivális volt. Ha nem lesz az ellenfeleknél nagy forma hagyatlás, akkor azt gondolom azért őket már nagyon nehéz lesz majd utolérni, de a harmadik hely, ami legalább annyira szépen csillog, az még egy abszolút elérhető cél. És ugye az U20-as csapatban is azért most már a dobogó is egy picit távolabb van, de azért annyi negatív dolog történt ebben a két csapatban, hogy azt gondolom, hogy így is nagyon-nagyon-nagyon tisztességesen nagyon dolgoznak, és amit elértek. És hát egy borzasztó erős mezőnyben teszik. Hát így van. A következő hétvégére tudsz-e kínálni valamilyen kézilabda csemegét, egy jó kis utánpótlás meccset, hiszen most a felnőtt csapat nem játszik. Igen, és most nagyon érdekes, hogy az utánpótlásaink is mind-mind idegenbe fognak menni, tehát most sajnos most Gyöngyösön nem lesz utánpótlás kézilabda, a lányok Kazincbarcikán fognak vizitálni szombaton, vasárnap pedig az U14-es, U12-es fő- és lánycsapataink is Füzesabonyban, Mezőkövesden, Egerben fognak játszani, tehát ez most egy kicsit ilyen feltöltődéses lehet esetleg a nézőknek, viszont majd a következő hétvégére, 24-25-ös hétvégére, ugye amikor a Telekom Veszprém is Gyöngyösre fog látogatni, aznap lesz majd U13-as forduló is, és már most mondom mindenkinek, akit ez érdekel, 25-én Gyöngyösön U15 Felsőház Horváth Szilárd együttese fog szerepelni a Fejes András sportcsarnokban, 10 órától este egészen 7 óráig lesznek mérkőzések, 8 mérkőzés, az a gyermekbajnokságnak a király kategóriája, akinek van kedve, az írja ebbe a naptárba február 25-ét. Az utánpótlás házatáján készültek-e már a Veszprém elleni mérkőzésre? Most abból a szempontból vagyok erre kíváncsi, hogy épp a műsor előtt itt beszélgettünk, hogy a Veszprém milyen formában van, hogy az EH Franksorban ők az elsők, tehát a világ egyik legjobb csapata érkezik majd csupa világsztárral Gyöngyösre, hogy ebből a millióból, hangulatból minél többet át tudjatok adni a gyerekeknek?
Igen, mindenképpen. Nem akarok lelőni minden meglepetés, de lesz meglepetés is majd a mérkőzés szünetében és mérkőzés előtt is. És hát igen, érezhető, hogy a gyerekek is mindig kérdezik, hogy Pilu bácsi, mikor lesz a meccs, hogy lesz a meccs. Én azt gondolom, hogy a Szeged ellen már megtapasztalhattuk, hogy a gyöngyösi kézlabda mit tud elérni ebbe a kis közegbe, a közösségünkbe. Én szerintem a Veszprém ellenezre rá fogunk tenni még egy lapátra. A hangulatra biztos nem lesz majd panasz, ebben szoktak segíteni az utánpótlás játékosok is hétről hétre. Köszönöm szépen, hogy itt voltál a Veszprém meccsig, még egyszer várunk majd vissza a stúdióba. Köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a Farkasok, a Gyöngyösi TV heti kézilabda magazinja erre a hétre. Egy hét múlva pénteken ismét találkozhatunk majd, addig is minden jót, a viszontlátásra.